Köszöntöm nézőinket, a Pannon Televízió, a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network pécsi irodájának gazdasági magazinját látják. Mi változik és hogyan a magyar szakképzésben az új törvény elfogadásával? Erre a kérdésre keresték a választ az előadók és a területen dolgozó cégek, szakemberek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában decemberben. A törvényalkotók célja, hogy a piaci igények erősebben megjelenjenek a képzési oldalon, így szolgálva a magyar gazdaság munkaerőigényét. A tanulószerződés jelene és jövője, szakképzési konferencia. Ezzel a címmel hallhattak előadásokat a november végén elfogadott új szakképzési törvényről a helyi iparkamarában. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselője is előadott Pécsett. A szakképzési rendszernek a változásairól, illetve az elfogadott szakképzési törvénynek az alapgondolatairól, kiegészítve ezt azzal, hogy a kamarai hálózatnak milyen szerepe lesz a duális képzésben, és mivel tudjuk a továbbiakban a vállalatokat információval ellátni, vagy akár segíteni őket abban, hogy csatlakozzanak ehhez a duális képzési rendszerhez. Alapvetően teljesen átalakul a rendszer, tehát mondhatni azt, hogy a nulláról építették fel a szakképzési törvényt is, ami azt jelenti, hogy szinte minden eleme új. Ez számos lehetőséget nyit egyébként mind a szülők, mind a vállalatok számára, hiszen pályaorientáció szempontjából egy olyan fajta lehetőséget kapnak a szülők, hogy nem kell azonnal szakmára beiratni a fiatalokat, hanem van lehetőségük egy széles alapozással megismerkedni a különböző ágazatokkal, és ehhez képest természetesen, ami ezután következik, mint duális képzés, ott pedig vélhetően az új szakmai tartalmaknak köszönhetően, amit egyébként az ágazati készségtanácsok segítségével alakítanak ki, az aktuális napi szintű új technológiák, fejlesztések jelenhetnek meg ebben, tehát a fiatalok már olyan területekkel találkoznak, amelyek később a munkaerőpiacon megjelenhetnek a vállalati oldalon. Kérdés, hogy a változás miként érinti a finanszírozást? A finanszírozással kapcsolatban nincs még konkrét információ és elfogadott. Ugye maga a duális képzésre vonatkozó finanszírozás az majd a 2021-es évben lép életbe, illetve a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban számítások folynak. A cél az, hogy a vállalatok alapvetően megtalálják azokat a számításokat, hogy azon túl, hogy a munkaerő utánpótlásukat biztosítani tudják, a beletett finanszírozási oldal is megalapozott legyen. Az új szakképzési törvénnyel változik az iparkamarák szerepe is. Maga az adminisztratív feladatok mellett megjelennek, vagy inkább helyett megjelennek olyan területek, illetve olyan új feladatok, amelyek erősítik a munkaerőpiaci igényeknek a becsatornázási területeit. Ezért sokkal közelebb kerülünk a vállalatokhoz azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú igények jelennek meg, akár finanszírozás, akár foglalkoztatás, akár szakmai tananyagtartalom szempontjából, illetve egyfajta munkaerőpiaci előrejelzésként is funkcionálunk majd, hogy az adott megyén belül, és ebben nagyon nagy szerepük lesz a területi kamaráknak, hogyan látják a vállalati szférát, illetve a munkaerőpiacot. A Pécsi Szakképzési Centrum főigazgatója azt mondja, azt, hogy mi változik, akár egy szóval is le lehet írni. Azt hiszem, hogy a legegyszerűbb úgy megfogalmazni, hogy minden, a tartalmában, elnevezésében, a lehetséges kimenetekben. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy a változások azok a munkaerőpiaci igényekre reagálnak, és megteremthetik egy hosszú távon rugalmasan működőképes szakképzési rendszernek az alapját. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával meglévő kiváló együttműködésnek köszönhetően mintaértékű. A Pécsi Szakképzési Centrumnak jelenleg is 1600 fő tanulószerződéses diákja van,
ami ennek a közös munkának az eredménye. Tehát a mostani rendszer szerint is nagyon szép eredményeink vannak, viszont az új szakképzési törvény, ami a kormány által elfogadott szakképzés 4.0 stratégiára épül, ezt a duális rendszert új alapra helyezi, ami sokkal jobban tud reagálni akár egy-egy vállalkozás igényeire is, tehát nem lesznek olyan kötött szabályok, amik rugalmatlanná tették a most ismert rendszert. Ha valaki szakmát tanul, az nem jelenti azt, hogy le kell mondania a továbbtanulás lehetőségéről. Ezt is biztosítja az új szabályozás. Az új technikumi forma az még közelebb hozza a felsőoktatást a szakképzést választó diákok életében. Többször beszéltünk már róla, hogy a technikusi végzettség az emelt szintű érettséginek felel majd meg. Ugye ugyanazt az érettségit megszerzi, mint hogyha egy gimnáziumba járna a tanuló. Tehát a szakirányú továbbtanulás az majd, hogy nem szerves folytatása lesz a technikumoknak. És a szakképző iskoláknál is fogalmazhatok úgy, hogy ez nem változás, tehát továbbra is le tud érettségizni az a tanuló, aki 8-ban vagy nem elég motivált, vagy nem tudja még eldönteni, vagy ő kiválasztott egy szakmát, ami nem érettségihez kötött. Tehát, hogy ő ezt az utat választja, 3 évet követően az új rendszerben is 2 év alatt szerezhet érettségit esti tagozaton. Tehát az út nyitva áll, onnantól pedig a képességeken, a motiváltságon múlik, hogy meddig jut el és milyen irányba megy. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara minden évben megtartja a szakképzési konferenciáját. Idén megvárták az új törvény elfogadását, utána rendezték meg a tájékoztató eseményt. Amelyre vártuk mind a könyvelőket, amelyek olyan cégeknek dolgoznak, ahol működik a duális szakképzés, illetve vártuk azokat a vállalkozásokat, akik foglalkoznak gyakorlati képzéssel. Annál is inkább, hiszen 2 apropója van ennek a konferenciájának, nem csak, hogy az új szakképzésről szóló törvény megjelent, hanem jövőre, ugye január 12-ig be kell vallaniuk az egész éves szakképzési hozzájárulást a vállalkozásoknak, és ugye akiknek van tanulója, és foglalkozik akár tanulószerződéssel, akár együttműködési megállapodással, vagy foglalkozott az évben gyakorlati képzéssel, nekik ugye át kell gondolni, hogy mi az, amit tudnak érvényesíteni, mi az, amit nem érvényesítettek még, akkor azt az egész évre visszamenőleg meg tudják tenni. Jövő szeptembertől már az új szabályozás él. Ezért készítik fel már most az érintetteket az iparkamaránál. A szakképző intézmények, a technikumok és a szakképző iskolák úgy gondolom, hogy még komolyabb teret és lehetőséget kapnak annak érdekében, hogy egyrészt képzéseket, szakmai képzéseket, illetve felnőtt képzésben szakképzettségeket biztosítsanak, akár egyénileg szakmaszerzés vagy szakképzettség megszerzése iránt vágyakozó résztvevők számára, vagy felnőttek, vagy tanulók számára. Akár ugye vállalkozások is megkereshetik a szakképzési intézményeket, annak érdekében, hogyha olyan szakképzettségre van szükségük, amelyet csak az adott intézményben lehet megszerezni. Azt gondolom, hogy a munkaerőpiac oldaláról nyilván ennek vannak lehetőségei, és vannak ebben olyan komoly lehetőségek, hogy együttműködve a szakképző intézménnyel és a duális képzési formában kiterjesztve jobban a felnőtt képzést is erre a duális szakképzési rendszerbe, ez mindenképpen pozitív fordulat tud lenni, és azt gondolom, hogy a jogalkotónak is az volt a célja, hogy mind iskolarendszeren belül, mind iskolarendszeren kívül, illetve hívjuk egyszerűen csak felnőtt képzésnek ezt az új rendszert. A jövő évre vonatkozóan azt gondolom, hogy a duális képzés szélesítése volt a célja, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy jó cél és egy jó irány. A szakképzéshez szóló törvény fogja szabályozni a szakképzési hozzájárulásnak a rendszerét, tehát külön erre nem lesz törvény, ez változás, de hogy pontosan hogyan kapnak normatívát a későbbi rendszerben a vállalkozások, mit tudnak érvényesíteni, egyáltalán mekkora lesz ennek az összege szakmánként, ezt jelenleg nem tudok válaszolni. Vannak még tehát nyitott kérdések. Ezekre később kaphatnak majd választ az érintett szereplők.
Együttműködést kötött a Baranyai Iparkamara és a Merú Diák Dél. Ennek kiemelt célja az általános és középiskolás diákok pályaorientációjának támogatása, valamint a Baranya megyei vállalkozások és intézmények emberi erőforrás problémáinak megoldása. A kamara szeretné bemutatni azokat a modern technológiával dolgozó cégeket, amik vonzóak lehetnek a fiataloknak. Így a diák munka mellett szakmai ismereteket is szerezhetnek a tanulók munkájuk során. Készfogás és szerződéskötés a megyei kamaránál. Együttműködési megállapodást kötött a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Meló Diák Dél iskola szövetkezet. Azt gondolom, hogy a diákok szeretnének minden jobbá válni a saját szakmájukban, és mi nagyon sok diákkal vagyunk kapcsolatban, hiszen az elmúlt 30 évben, idén 30 éves a Meló Diák Dél iskola szövetkezet, több százezer diákkal találkoztunk, és több százezer diáknak segítettünk munkát találni. A szakmai továbbfejlődés az nyilván nem csak a cégeknek fontos, hogy megfelelő szakképzettségű diákot találjanak, hanem a diákoknak is kell, hogy kapjanak egyre szélesebb képet arról, hogy mit is jelent a szakmunka, vagy hol találhatnak maguknak lehetőséget arra, hogy gyakorlatot szerezzenek. Mi abban tudunk ebben a megállapodásban segíteni, hogy ez a néhány ezer partner, akivel mi rendelkezünk, adnak a munkakörülményeit, a munkalehetőségeit meg tudjuk mutatni, tudunk egy szélesebb spektrumot adni a diákoknak, hogy mégis hol tudnak elhelyezkedni majd. Mert az általános iskolától kezdve mi látogatjuk folyamatosan az iskolákat, hiszen mi munkákat ajánlunk a diákoknak. A mentorprogramunk révén online térben és ténylegesen is tudunk nekik különböző kompetenciákban fejlesztő programokat adni. Tudjuk azokat a skilleket, azokat a munkaerőpiac számára fontos kompetenciákat, amik kellenek majd a munkába lépéshez. Az egyes diákoknál mind online oktatásokkal, mind pedig munkagyakorlattal fejleszteni, és ehhez társul hozzá, hogy nyilván a szakképzésben is szeretnénk minden szélesebb körben elterjeszteni azt, hogy a szakmunkás tanulóknak is lehet szakmai gyakorlatot szerezni nálunk, illetve a kamara által, és egyre több céget bevonni ebbe. Nagyon sok kutatást végeztünk az elmúlt időszakban arra vonatkozólag, hogy mi az insightja, mi a motivációja a diákoknak a munkavállalásban. Azt gondolom, hogy a mai munkaerőpiaci ismeretek alapján a három legfontosabb tényező, amiért ma nem csak egy diák, de egy fiatal elhelyezkedik, az első és legfontosabb a közösség. A második a jó vezető, és a harmadik pedig a munkahelyi körülmények. Ha a cégeknek adhatok tanácsot ebben, akkor elsősorban mindig azt szoktam tanácsolni, hogy a közösségépítés a legfontosabb lehetősége adnak, hogy megfelelően szakembergárdát tartsunk meg, vagy szerezzünk meg, mert ezt keresik leginkább az emberek ma, a fiatalok pedig kifejezetten. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igenis van arra lehetőség, hogy megtartsuk a fiatalokat, vagy hogy egyáltalán ne vigyük őket szakmunkásnak, csak olyan perspektívát, olyan jövőképet kell nekik mutatni, ami számukra vonzó. Nyilván egy olajos, koszos műhelyben nem olyan szívesen dolgoznak, mint egy trendi környezetben, de azt gondolom, hogy egy géplakatos műhelyt is lehet trendivé tenni apróságokkal, infografikával, megfelelő kommunikációval, megfelelő motivációval, lehet átalakítani ezeket a dolgokat. Mi egy egyszerű kukorica címerezésből is tudunk gamifikált játékot csinálni, megfelelő hozzáállást kell hozzá. A cégvezetők legnagyobb problémája manapság a munkaerőpiacra kapcsolatos. Pécs és Baranyát, hogyha megvizsgáljuk, akkor egy kaposvárnyi embert vesztettünk az elmúlt 20 évben. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok elvándorlása nagyon magas, és nekünk minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy a fiatalok elvándorlását csökkentsük, középtávon megállítsuk, illetve hogy az elvándorolt fiataloknak újra megmutassuk Pécs, a Pécset rejlő gazdasági lehetőségeket, és megindítsuk azt a visszavándorlási folyamatot, ami az elvándorlást és ezt a kvázi migrációs különbözetet azért valamilyen módon pótolni fogja. Azt gondolom, hogy a mai megállapodás a melódiákkal ezt a célt fogja szolgálni, és a legfontosabb, hogy ezt mi valós, tényleges gyakorlati tartalommal töltsük meg, mert együttműködési megállapodásban nagyon sok van, de egy korrekt kompetenciák mentén összeszervezett partnerség viszont nagyon sok operatív akciót és tényleges a vállalatok számára hasznot jelentő tevékenységet fog tudni eredményezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ma aláírjuk a megállapodást a melódiák vezetőivel, és szerintem holnaptól el kell kezdenünk dolgozni. Ezt várják tőlünk a cégek, ezt várja a gazdaság, és hogyha a cégek hasznát érzik ennek a tevékenységnek, akkor ennek a megállapodásnak a folyamatos bővítése, az újabb és újabb feladattal való megtöltése az a mi részünkről meg fog történni. Meg kell tudnunk mutatni, hogy Pécset milyen
lehetőségek, gazdasági lehetőségek vannak. Nem kell elmenni ahhoz Kecskemétre, Budapestre vagy külföldre, hogy érdekes munkát tisztes fizetésért találjon valaki. Pécsett ezek a lehetőségek megvannak. Ugye a Jelen a Jövőt kampányunk év elején több mint 100 vállalkozással zajlott, már érezhető volt ez a munkaerőpiaci élénkülés ezeknél a cégeknél. Meg kell tudnunk mutatni azt, hogy itt érdekes munkát lehet végezni, és hogyha valaki a tudományos tevékenység iránt érdeklődik, akkor itt van a Pécsi Egyetem, itt van a Pécsi Egyetem műszaki kara, tehát párhuzamosan lehet a cégeknél érdekes 21. századi munkát végezni, és hogyha valakit a tudományos munka érdekel, akkor pedig a műszaki kar nyitott arra, hogy fogadja a fiatalokat, és tudományos munka keretében akár PhD-zenek, akár a doktori iskolákban tudományos munkát végezzenek. Az, hogy robotkarok dolgoznak, ezeket ők a YouTube-on, meg mindenféle közösségi felületen ilyen videókat osztanak meg egymással, ezekről olvasnak, nagyon érdeklődők. És ez a mai cégeknél Pécsett is a valóság. Robotkarok dolgoznak, automatizáció van, mesterséges intelligencia, automatizálás és informatika. A cégek kapuit is egy picit tágabbra kell tárni, és a Melódiák ebben segíthet, hogy a fiatalokat azokhoz a cégekhez el tudjuk vinni, akik tágra nyitják a kapukat, és akkor utána a gyerekek persze majd válogatnak. De hát, hogyha 10 fiatalt megnyerünk, hogy Pécsett maradjon és Pécsett dolgozzon, akkor ennek 10 cég örülni fog. Szakmai gyakorlat és diákmunka egyben. Így lehetne röviden összefoglalni a megállapodást a helyi iparkamara és az iskola szövetkezet között. 3 szakma és közel 40 végzett mester. Ez a mérlege a november végi oklevélátadónak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál. Autószerelők, kőművesek és szakácsok vehették át a legmagasabb szakmai tudást bizonyító okleveleket. Ma már a foglalkoztatók is keresik az ilyen végzettségű dolgozókat, ugyanis értéket és minőséget jelent a cím, hangzott el az iparkamarában. Elegáns öltözet, ünnepi asztalok a kamara dísztermében Pécsett. Mestereket avattak több szakmában. Más-más elhatározás vezette a szakembereket, amikor jelentkeztek a mestervizsga tanfolyamra, mondja az egyik végzős. Mindenképp nagyon hasznos volt, mindenki másért választotta. Van, aki tanulófoglalkoztatás véget, van, aki vállalkozását most szeretné beindítani. Én azért választottam, mert édesapám 1979-ben hozott létre egy autóvillamosági vállalkozást, és ő már nyugdíjban van, és hogy a szakmai felügyeletet én tudjam tovább csinálni, mindenképp ezért fontos volt számomra ez a mesterlevél. Én azt gondolom, hogy mindenféle területen volt érdekesség benne, tehát a pedagógia is nagyon fontos volt számomra, hogy nincs két egyforma gyerek, mindenkivel másként kell bánni, de még a szakmából is tanultam olyat, ami azért ugye folyamatosan fejlődik, és ezt követni kell, tehát nem volt semmiképp haszontalan ez a tanfolyam. Folyamatosan fejlesztünk diagnosztikában, tanfolyamokban, minden téren. Most ami izgalmas kihívás lesz mindenkinek, az az elektromos és a hibrid autók, ezt mi is most tanuljuk. Voltunk már tanfolyamon kollégákkal, hát egyelőre ez nagyon gyerekcipőben jár még, szerencsére még nem kell javítani. Volt, aki már szakmunkás tanuló korában elhatározta, hogy megszerzi a mester címet. Láttam ott a mesterjelölteket bejönni az iskolába dolgozni, és számomra már akkor megfogalmazódott, hogy egyszer én is szeretnék egy mester lenni, tehát a szakmámnak a mestere, mert én úgy gondolom, hogy ez nekem a csúcs, tehát ennél többet nem szeretnék elérni, tehát ezt mindenképpen szerettem volna, és hát fantasztikus most így itt állni ezután a fél év után, ami igazából mondhatom, hogy elég kemény volt. Ennyi tananyagot, tételt megtanulni igazából, szakmailag oda tenni magunkat, és hát nagyon jó volt tényleg. Egyéni vállalkozó vagyok, és hát a fiamnak lassan elérkezik a pályaválasztási időszak, tehát még egy éve van. Én azt szeretném, hogy folytassa a apa után a családi hagyományt. Én szeretném a könyves lenni belőle, és szeretném én kitanítani. Úgyhogy hát ez a cél, ilyen álmok vannak, igen. Szeretnék köszönetet mondani a családomnak, a páromnak, és hát nem volt egyszerű megoldani ezt a hetente volt, amikor valamikor két nap tanfolyamot, de sikerült megoldanunk, és nagyon köszönöm nekik, főleg a páromnak. A mesterek esküdtettek, majd átvették az oklevelüket. 3 szakmában 38 mestert avatunk.
szakácsok, autószerelők és köművesek, aminek én nagyon örülök, mert végre kétkezi emberek is vannak, és ugye ők azért tisztességesen benn foglak dolgozni a gyakorlati képzőhelyeknél, mindenütt ott vannak, mert nagyon fontos az ő tudásuk. Újra fölértékelődött bizonyos fokig a szakma minősége. Ugye ebben a nagy emberhiányban, aki azt tűnt, hogy tud csinálni, az sajnos dolgozhatott, és ezáltal a minőség rovása, mert felhigultak a szakmák. A mestereknek most pedig egy különleges feladatuk van, azon kívül, hogy a saját maguk tudásának kell tudni, a munkaerő hiánynak egyfajta újabb pótlása a tudás. Aki úgy tud, és úgy tud dolgozni, az többet tud teljesíteni, másként jobban tud teljesíteni, átgondoltabban, és ezek most újra megjelentek a piacon. Azon kívül, hogy ők példaképek, mert végső soron ugye mindenki fel fog rájuk figyelni, mert mester, az már valami. Tehát én úgy gondolom, hogy fokozatosan újra kezdjük egy kicsit a szakmán belül visszanyerni a presztízsét. Ma már nem csak azért jönnek mestervizsgatom folyamra, mert csak az oklevéllel lehet szakmai oktató valaki, hanem azért, mert a munkáltatók keresik az ilyen végzettségű szakembereket, mondja az alelnök. Decemberben is megjelent a legjobban teljesítő 100 baranyai gazdasági társaság listája. A legjobbak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában vehettek át okleveleket. Bár az ipari termelés mértéke nőtt, azért még a megye gazdasági teljesítménye nem éri el a hazai átlagot. Ezen kell javítani az iparkamara elnöke szerint. Megjelent a megye legnagyobb gazdálkodóit bemutató kiadvány a Top 100 decemberben. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya megyei igazgatóság által készített elemzések alapján a megyei napilap munkatársai állították össze a listát. 2019-ben a Mecsekfűszért végzett az élen. Örülünk neki nyilvánvalóan, minden kollégám nevében, és minden kollégámnak köszönöm, aki ezt az eredményt elérte, de a tendenciát értékeljük elsősorban, hogy a Mecsekfűszért hosszú évek óta az első három, és ugye az elmúlt két évben pedig az első helyezettje ennek a versenynek. Azt gondoljuk, hogy egy jól működő, hosszú távon fejlődőképes vállalkozás, reméljük a számaink is ezt mutatják, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy továbbra is hosszú távon az első három között legyünk. Forgalmunkban közel 50-50% a nagykereskedelmi és kiskereskedelem aránya. Ez a gyakorlatban 1850 dolgozó munkáját jelenti, ugye több mint 46 milliárdos forgalmat, az idei évben 2019-ben már 48 milliárdot eléri a forgalmunk. A nagykereskedelmi vonal pedig 3 logisztikai központot, 5 hűtőházat jelent, a kiskereskedelem pedig több mint 200 Coop-ként ismert Coop üzletünket. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Mecsekfűszért az magyar magántulajdonban lévő vállalkozás. Főtulajdonosunk a Nyírzem ZRT a Nyíregyházi régióban működik, és így a nagykereskedelmi vonalon mi szolgáljuk ki őket is. Ez a 70 éves vállalkozás és ez a cégcsoport nagyon sok embernek ad munkát, nem csak az 1800 dolgozónknak, vagy több mint 1800 dolgozónknak, hanem a nyírségi térségben még 1000-1200 dolgozónak, tehát azt gondoljuk, hogy a Coop-on belül is egy nagyon jelentős cégcsoport. Most egy visszafogottabb, az elmúlt évek dinamikus terjeszkedéséhez képest egy visszafogottabb, de továbbra is fejlődő stratégiát folytatunk. Sokkal inkább koncentrálunk az elkövetkező években az energia megtakarításra, energiahatékonyságra, a cég működését zöldíteni szeretnénk, és hatékonyabbá tenni. Ezek azok a preferenciák, amik megnyilvánulnak, természetesen ettől függetlenül még továbbra is próbálunk terjeszkedni, most éppen az elmúlt egy-két hónapban a győri pápai térségben jelentünk meg, és veszünk át boltokat, és működtetünk tovább.
Az iparkamara elnöke szerint még mindig le van maradva a hazai átlagtól a baranyai gazdasági teljesítmény, bár azért már megindult az ipari felzárkózás folyamata. Azért azt tudnunk kell, hogy a baranyamegyei több száz teljesítménye az például a Csongrád megyei top 3, vagy a győri top 1, tehát messze vagyunk attól, hogy a ipari fejlettség területén, vagy akár a többi szektort is beleértsük, fölvegyük a versenyt. Sajnos utolsók vagyunk egyfőre jutó ipari termelésben, exportban, mindabban, ami meghatároz egy térség fejlődését. És ez annak ellenére így van, hogy például tavaly a harmadik legnagyobb ipari növekedés dinamikát ért el Baranya megye országosan. Tehát megjelentek azért a pozitív jelek is a gazdaságban, hogy a fölcsatlakozás az elkezdődött. Ennél viszont sokkal gyorsabb ütemet kell diktálnunk. Ami rajtunk múlik, az a helyi autonómiák együttműködése, Pécs, Baranya megye egyetem és a kamara együttműködését formalizált, együttműködését meg kell teremteni mielőbb, hogy a kis és középvállalkozások számára egy barátságos, fejlesztő környezetet tudjunk biztosítani. Ez a top 100, ez az elmúlt időszakban 23%-os növekedési dinamikát ért el, és ez messze meghaladta a KKV szektor növekedési ütemét. Tehát úgy látom, hogy azért bennük van fantáziát, maguktól elég erősek, hogy tudnak fejlődni. Az ő segítségük is kell ahhoz, hogy a KKV szektor számára ugyanezeket a fejlődési lehetőséget megteremtsük. A lista második helyén az E.ON, a harmadikon pedig a Hauni végzett. Az oklevél átadón a baranyai települések vezetői oklevelet adtak át a helyi legjobb teljesítmény nyújtó cégeiknek. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!